Sziasztok, gyerekek! Végre itt a nyár, vége az iskolának, itt a vakáció. Végre van idő mindenre, nyárias az idő, jól esik ilyenkor egy kis hűsítő finomság. Ehhez adunk most néhány ötletet, tartsatok velünk! Irány a konyha! Nézzük meg, hogyan kell citromos szeletet készíteni. Ami ehhez szükséges? 2 deciliter habtejszín, 2 evőkanál joghurt, 2 evőkanál porcukor, 2 evőkanál citromlé, 1 habfixáló és babapiskóta. Az első lépés, hogy a habtejszínt kiöntjük a tálba, és hozzátesszük a porcukrot, a citromlét és a habfixálót. Ha mindent beletettünk a tálba, akkor keverjük el a hozzávalókat. Ha kiveszitek a habverőt és hegycsúcsokat láttok, akkor készen vagytok. Most beletesszük a joghurtot, és óvatosan ezt is beleforgatjuk. És készen is van a hab. Most állítsuk össze a citromszeletet. Először teszünk 2 kanál habot a tálba. Jól elterítjük az alján. Így most már mindenhol van. Most teletesszük babapiskótával. Most folytatjuk a habbal. Ezután ez így megy tovább. Megint egy kis hab, aztán babapiskóta, aztán megint hab. Ha készen van, tegyük be a hűtőbe, és másnap már csak tálalni kell. Ilyenkor nyáron sorra jelennek meg a finomabbnál finomabb gyümölcsök, és mindannyian elfelejtkezünk a banánról. Én egy olyan receptet hoztam, aminek az elkészítéséhez tökéletesen megfelel az 1-2 hete a hűtőben lapuló banán, még az a verzió is, ami már fekete. Ez a recept nagyon egyszerű, nem kell hozzá más, mint 2 banán, 2 evőkanál méz és 15 deka darált keksz. Azzal kezdjük, hogy a banánokat egy villával összetörjük. Azért jó, ha minél érettebb a banán, mert annál könnyebb a villával megtörni. Hogyha ezzel megvagyunk, jöhet a 15 deka darált keksz, és ezzel is összetörjük a masszát. Én úgy tapasztaltam, akkor sikerül egyenletesre készíteni a masszát, hogyha egyesével adom hozzá a hozzávalókat, de ti megpróbálhatjátok úgy is, hogy egyszerre. Azért szeretem ezt a receptet, mert nem kell hajszál pontosan mindent kimérni, hiszen a banánok sem egyformák, az egyik kisebb, a másik nagyobb. Ha azt látjuk, hogy még nedves a massza, akkor lehet hozzáadni 1-2 evőkanál kekszet. Ha azt látjuk, hogy egy picit masszívabbra sikerült, nehéz görgetni belőle a golyókat, akkor ígíthatjuk esetleg 1-2 evőkanál vanília aromával, vagy még egy fél banánnal. Amikor ennyire összeállt, akkor jöhet a 2 evőkanál méz. Ez is lehet, hogy még a karácsonyi sütésből maradt meg a konyhában. A méz folyóságától függően, ha nagyon folyik, akkor elég 2 evőkanál, ha kevésbé folyik, akkor tehetünk egy kicsit többet is. Aki nem szereti a mézet, az kiválthatja ezt a mennyiséget 6-10 deka porcukorral is. A 6 deka porcukor az nagyjából 5 púpos evőkanál, a 10 deka porcukor nagyjából
10 púpos evőkanál. És ha már itt tartunk, a 15 deka darált keksz nagyjából 12 púpos evőkanál keksz. Ami még fontos ebben a sütiben, hogy nem használunk hozzá vajat vagy margarint, ugye ez a nyári melegben nagyon hasznos tud lenni, hiszen ha szobahőmérsékleten sokáig áll a süti, akkor sem lesz semmi gond vele. Amikor már ilyen gyúrható állapotúra összeállt a masszánk, akkor nincs más dolgunk, mint ezekből apró kis golyókat görgetünk. A masszából díjónyi mennyiséget kiveszünk, és ebből apró kis golyót görgetünk. Ezt a golyót még díszíthetjük és ízesíthetjük szórócukorral, kókuszreszelékkel vagy kakaóporral. Indulhat a buli! Készítsünk joghurtos jeges fagyit! Ehhez szükségünk lesz különböző ízesítésű gyümölcsjoghurtokra, magára a gyümölcsre, ami csak kapható a piacon, és amit szerettek, de ha egyik sem kedvetekre való, akkor egy finom lekvár is megteszi. És lássunk hozzá! Az epereshez kell egy eper, amit jól megmosunk, és összetörünk. A joghurtokat kikanalazzuk egy tálkába. És belekeverjük az összetört gyümölcsöt. Összekavarjuk. Nem baj, hogyha nem lesz teljesen homogén, az jó, hogyha majd találkozunk gyümölcsdarabkákkal. És aztán visszakanalazzuk a pohárba. Ha nem fér bele a pohárba, se baj, úgyis le kell ellenőrizni a minőségét, hogy elég finom lett-e. A banánossal ugyanígy járunk el. Összetörjük a banánt egészen pépesre, és hozzákeverjük a joghurthoz. Összekeverjük a gyümölcsöt és a joghurtot, nem kell tökéletesen, és visszakanalazzuk a joghurtos pohárba. Ha egzotikus ízesítésű joghurtot kaptok, az se gond, mert nem feltétlenül a saját gyümölcsével lehet ízesíteni. Ebbe például szederlekvár kerül.
Ezt is nagyvonalúan összekeverjük, és már kanalazhatjuk is vissza. Ha szeretnétek bele fogót, akkor nyomjatok bele egy kis kanalat, és ez így fog megdermedni a hűtőben. Ezután már csak be kell pakolni a mélyhűtőbe, és megvárni, amíg megdermed. Ha megvannak a megtöltött pohárkák, akkor ezt már csak a mélyhűtőbe kell rakni, és amikor kifagytak, akkor egész egyszerűen a formából ki lehet nyomni. Ha szeretnétek, fel is díszíthetitek. Jó étvágyat! Ha kedvet kaptatok a sütés-főzéshez, gyertek el a könyvtárba, és válogassatok a könyveink közül. Reméljük, kipróbáltok minden szép sorjában, de abban már ti reménykedjetek, hogy nektek is jut belőle. Meg nekem is!